Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Múzeumi kiállításokat bemutató sorozatunkban ezúttal a Szekszárdi Ossinczky-Mohr megyei múzeum örökségünk nevet viselő tálatát látogatjuk meg. A kiállítás az Árpád-kor utáni és a török hódoltság közötti időszak Tolna megyei vonatkozású építészetének, lakótér kialakításának világába kalauzol el minket. Az örökségünk Tolna megye története című kiállítás első terme Tolna megye egyház történetét mutatta be. A következő teremben Tolna megye 11-18. Századi település történetét fogjuk bemutatni, természetesen vázlatosan. Azért álltunk meg itt ezelőtt a térkép előtt, mert ez egy űrfotó Tolna megyéről. Azt mutatja be, hogy a mindenkori települések helyzetét, létezését, a földrajzi viszonyok határozták meg, tehát a domborzat, a vizek folyása. Ezen a 20. században készült űrfotón lehet találni mindenféle települést, ami manapság létezik. Ezeknek egy része létezett már a 11. századtól, más részük keletkezett az évszázadok során. Ha közelről megnézzük egyik-másik települést, akkor föl lehet ismerni egy-egy település szerkezett típust, akár az egyutcásat, akár a szabályosan szerkesztettet. Tehát a látogatónak az itt elhelyezett nagyító segítségével lehetősége van arra, hogy egy kicsit alaposabban szemrevételezze a településeket. Az emberi élet szintere az általunk bemutatott időszakban falvak, városok, mezővárosok voltak. Ezek fejlődtek, átalakultak, különböző módon változtak az idők folyamán. Ennek nyomaiból természetesen mi csak néhányat tudunk bemutatni. Itt most éppen a mai M9-es gyorsforgalmi út során feltárt Itse nevű mezőváros egyik háza, fele háza előtt állunk, itt láthatjuk. Tulajdonképpen itt egy félig földbe mélyített árpádkori házat látunk, sarkában egy fűtőkemencével. A patkára, ami a mindennapi élet szintere volt, ahol edényeket tároltak, itt láthatunk bográcsokat, sarlót, a fekhely is ez volt igazából. Tehát ezek, vagy ez a lakóhely egy ilyen egy szinterű építmény volt. Láthatunk még száradó gyógynövényeket, illetve az oromfalra pedig egy lókoponyát függesztettek ki, ami valószínűleg az ártó szellemektől védte a benne lakókat. Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy a társadalom különböző rétegei nem ugyanolyan lakóhelyen laktak. Ugye az árpádkori jobbágyság, a parasztok, az már látott, földbe mélyített lakóházban laktak, a birtokosa pedig általában, hogyha megnézzük a térképen, láthatjuk, hogy a falutól messze eső, az egyik dombra épített, erősített várban laktak. Itt például váralja, várfő várát láthatjuk, ami ugye állt egy lakótoronyból, egy körítőfallal jól körbevették, illetve még egy külső sáncot is alkalmaztak. Ez nagyon fontos volt azért, hogy a birtokos ugye az ő birtokait, igazoló iratait, értékeit megfelelő biztonságban tudhassa. Az idők folyamán azért megváltozik ez a dolog. A védett helyeken lévő várakat felváltják az olyan főúri vagy akár nemesi építmények is, amelyek már inkább a reprezentációt szolgálták. Erre nagyon jó példa Zsigmond király főemberének, Filipposz Kolárinak, vagy magyarul ugye Ozorai Pipónak a várkastélya. Ez a várkastély, ha a falon lévő térképet is megnézzük, akkor láthatjuk, hogy már Ozora község középpontjában épült föl egy kisebb dombra, és a szomszédságában megépült, illetve átalakították a plébánia templomot is. Ha megnézzük a makettet, világosan látható, hogy ez már nem a korábbi, akár gondoljunk a tatárjárásra, védelmet szolgáló építmény volt, bár ugye
Itt egy szabályos négyszögletes építményről van szó, aminek külső falai voltak négy saroktoronnyal, nagyon szép pártázatos felső része, de nem harci célokat szolgált, hanem egy főúri palota volt. Ez egyébként késő gótikus stílusban épült, és a későbbiek során, majd a 16. században kerül sor arra, hogy reneszánsz átépítéseket végezzenek rajta, nyilván a kor divatjának megfelelően. Az ozorai vár föltárása közel 30 évig folyt. Nagyon-nagyon sok szép reprezentatív lelet került elő, amelyek lehetővé tették azt, hogy az ozorai várnak a különböző periódusait rekonstruálni lehessen. Az előttünk lévő gyönyörű kő a reneszánsz korszakába tartozik, egy bőségszarut ábrázol. Sajnos nagyon ritka darab, az építményt, akár erkét, akár más lehetett, ugye három oldalán láthatunk faragásokat, nem tudjuk beazonosítani, de maga a megmunkálás módjában, az ábrázolás módjában a korszak egy kiemelkedő példánya. Az előbbiekben megtekintettük ozorai Pipóvárának makettjét, ami ugye egy főúri palota volt. A továbbiakban megnézzük azt, hogy egy Tolna megyei kisnemes éppen Öcsényben a saját kisvárában milyen lakóházat tudott magának teremteni. Egy háromosztatú ház részletét láthatjuk, a szobáját, illetve a konyháját tudtuk itt ebben a sarokban bemutatni. Nagyon fontos, hogy erre az időszakra az Árpád-korhoz képest már füstmentessé válnak a szobák. A korábbi kis kemencék helyett gyönyörű szép kályha szemekből készült csempekályhákat találunk, amelyet a konyhából fűtöttek, tehát a szoba már kellemes meleggé és füstmentessé vált. A cserépkályháról érdemes annyit még tudnunk, hogy ennek is egyfajta divatja volt. A királyi udvarban építettek először csempekályhákat. Itt fönt láthatunk egy egész sorozatot. Az első négyet érdemes megtekintenünk, az Anzsúkortól a Mátyáskorig a négy kályhát. Ezek a kályhák mázasak voltak, a mázas kályhák azonban rendkívül sokba kerültek, és az előállításuk sem volt igazán olcsó. A vidéki kisebb birtokosok, akiknek a vagyona nem tette lehetővé az ilyen drága kályháknak a megvalósítását, azok mázatlan szemekből építettek maguknak kályhát, aminek a funkciója gyakorlatilag ugyanolyan volt, ugye, mint a díszes kályháké. Bekukkantunk ennek a háromosztatú lakóháznak a konyhájába, többek között azért is, mert a konyhában most megfigyelhetjük azt, hogy honnan fűtik ezt a cserépkályhát. Ugye itt van egy ragyogó tűzpatka, aminek a funkciója egyrészt az volt, hogy ugye innen fűtötték a cserépkályhát, másrészt pedig itt főztek az itt lévő parázson. Láthatunk itt egy tűzikutyát, amihez hozzátámasztották az ágakat. Láthatunk egy valódi lábast. Ugye ennek agyagból készült a lába is, azért hívják így. A tűzpatkán főztek egyébként a többi kis fazékban is. Főzés helyszíne után megnézzük a konyha másik oldalát is. Erre a részre helyeztük ki azokat a fazekakat, amiben a korszakban a főzést végezte a kórházi asszonya. Ezeket egyébként szépen be lehetett tenni akár a kályha tűzterébe is, vagy a kemence tűzterébe. Itt ugyan nem mutatunk be kemencét, de egy-egy ilyen házhoz hozzátartozhatott egy kemence is. Az előttünk lévő vitrínben azokat a kincseleteket mutatjuk be, amelyeket a különböző török hódolt, különböző hadjáratok elől dugták el egyes települések lakói. Így láthatjuk többek között az Oszorai pincében föllelt kincseleteket,
Etemezőváros határában lévő pénzleletet, illetve a tolnai kincs bizonyos darabjait. Amire a figyelmet szeretném fölhívni, hogy az ozorai várkastély pincéjében két kincslelet került elő, és itt a fotón látható pénzlelet igen komoly nagyságot képvisel, közel 10 kilónyi pénz került elő, 14 ezer pár száz darabot tartalmaz. Sajnos a tulajdonosa nem tudott érte visszajönni, hiszen nem ásta ki a rejtek helyéről. A hódoltságkor végével tovább kellett élnie a népességnek, újraépítették házaikat, más típusú lakóházakat készítettek. Azt azonban elmondhatjuk, hogy a középkori, késő-középkori hagyományok mind a mai napig felelhetőek a különböző épülettípusokban. Negyven esztendeje van a pályán, játszik egyedül vagy zenekarral, és generációk tanulták tánclépéseket az ő zenei kíséretére. Gáti László ezúttal a világháló segítségével szórakoztatja a közönséget esténként, kívánság műsort csinál saját bevallása szerint sokkal nagyobb nézőközönségnek, mint amire ő számított. Este van, és ez Gáti Lacinak azt jelenti, indul a kívánság műsor. A muzsikus unva a semmittevést és a nézők nélküliséget, gondolt egy merészet és elkezdett élőben zenélni a legnagyobb közösségi oldalon. Meglepetésére sorra érkeztek a kérések. Laci pedig játszott, és játszott. Hát amikor elkezdtem, nem volt benne tudatosság, mert én csak elkezdtem muzsikálgatni, de aztán egy nagyon gyönyörű kis közönségkör alakult ki, és valóban barátokként tekintők egymásra esténként. Hát most nem akarok szerintelen lenni, én már 40 éve készülök. Az idén 40 év vagyok a pályán. A technikai hátterét ennek ki kellett alakítgatni, tehát ez finomodik még mindig. Valóban egy pici izgalom mindig van benne, és hát a számok, a repertoár adott, inkább a technikai háttér az, ami megoldásra várt nekem itt, hogy itthonról hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy a közönség ne csak valamilyen össze-vissza dolgot kapjon, hanem tényleg egy professzionális, nagyjából amennyire lehet professzionális minőséget. Nagyjából a magyar dalok palettája elég széles nálam, tehát sok mindent tudok azért, és a közönség kiért dalokat, tehát ez egy ilyen kívánság műsorra alakult, de ismétlem tőlem teljesen függetlenül, tehát nem igazán gondoltam, hogy ebből egyáltalán mi lesz, de egy kívánság műsor lett belőle, és akkor amit tudok, azt eljátszok nyilvánvalóan. És a kérdések csak jöttek és jöttek, Laci pedig csak játszott. Nem ül minden este a zongora mellé, mondja, de ha felcsendül a zene, a barátok felfedezik, hogy élőben van, és elindul a kérdések sora. Ami persze eredményez néha nehéz pillanatokat. Hát nagyon szeretik Máté Pétert, az Ismerős arcok nélküle című dal, az nagyon megy, és itt beadtam a köztudatba egy saját dalomat, az a címe, hogy Mi lesz, ha egyszer nem kell fel a nap, és ezt nagyon-nagyon szeretik szerencsére, nagyon boldog vagyok ettől, hogy a közönség mindig kéri. Nagyon sokszor ez a záruló. Most valahogy az emberek sokkal szívesebben kapcsolódnak be ebbe az adásba, és nagyon-nagyon szeretik. Tulajdonképpen ez egy interaktív műsor, tehát abszolút élő, itt vagyunk együtt, a közönség ír, én kommunikálok, illetve hát kommunikálunk egymással. Erre nagyon nagy igény van, és nagyon várják, már az utcán téma. Laci azt mondja, a járvány egészen biztosan megváltoztat majd számos szokást is. Szerinte nagyon vágynak az emberek a találkozásra és az együttlétre, na meg az élőzenére. Addig is ő a maga lehetőségeivel így próbál segíteni, hogy odaül a kamera elé és a zongora mögé, aztán jöhetnek a kérdések. Lehet, hogy mi látod éppen, ahogy a mögében egy felemre száll, nézd, nézd a fényfelé.
Sosem voltam ellen sem, egy távoli vidéken váratnál. Medina értékeit, hagyományait bemutató film látott napvilágot a napokban. A település bemutató klip készítői arra törekedtek, hogy megmutassák mindazokat az értékeket, melyekkel a Siómenti település büszkélkedhet, a zenétől a képző művészeten át a gasztronómiáig. Az Imásfél gondolata régen foglalkoztatta a medinai polgármestert, mert szükségesnek érezte, hogy ilyen eszközökkel is bemutathassa a falu nevezetességeit, szépségeit, értékeit. Ez egy hatalmas alkotás, és mélységes büszkeség tölti el az ember, és én innen is üzenem minden medinai, hogy legyen büszke arra, hogy vidéken él, legyen büszke arra, hogy medinai. Nagyon ritkán fedezett fel, él az ember 50 évet, és elmegy olyan dolgok, mert minden nap, amit nem fedez fel. Anya automatikusan válik egy fa, egy ember, egy újságáros, egy kút például, és ebből a szemszögből az ember meglátja, hogy jé, ez is van. Közismert, hogy ebben a faluban majd mindenki ért valamilyen hangszer megszólaltatásához. De Medina nem csak a zenekarjaira büszke, hanem az itt élő képzőművészekre, hangszerkészítőkre is. A medinaiak a mezőgazdaságban, a szőlészetben, a vadászatban is jeleskednek. Ha csak egy pillanatra is, de ezt mind meg akarták mutatni ebben a filmben. Tehát az, amit a szív meg a lélek, hogy egyszer az ember látja lelkileg, hogy milyen gyönyörű ez a falu, és ugye a zene az a szívhez szól legjobban, és az oda teszi. Tehát ennyi jelentősége van a zenének is. Sűrű sötét felhők vándorolnak az égen. Maradásom nincs ezen a vidéken. Az van írva fel a vándor felhőkre, szeretteleg babám, el kell válnunk örökre. A 900-as és az 50-es évek között 5 zenekar működött Medinán. Ebből 4 cigány zenekar volt, egy pedig szerb. Ma is 5 aktív zenekar tartanak számon, amiből az egyik hamarosan a 60 éves együttállását ünnepli. A Tambura zenekarnak az utolsó CD anyagáról választottunk egy dalt, a Sűrű Sötét Felhők Vándorolnak az Égen című dalt. Én arra gondolok, hogy nem is volt ezen így utólag vita, hogyha visszagondolok rá, mert mindegyünknek az egyik kedvenc dallama, hogyha amelyik így önállóan megállja magát, és egy olyan hangulatot hoz, ami szerintem elmélyült érzéseket. Akkor, hogyha végighallgatja az ember ezt a dalt, nyilván a filmben nem teljesen ért végig, de azt mondom, hogy a legjobban odaillő így a kedvenceink közül. Unoka testvérem Vén Attila, aki játszik benne, édesapám a primtamburás, unoka bátyám Zanán a másik primtamburás, és Talpi bácsi, aki mindenki Talpi bácsija, pedig a bőgős, ő nem rokon, viszont választott rokon. Köszönet, hogy falubereinknek is így üzenem nekik, hogy köszönjük. És én gondolom, hogy lesz ennek folytatása, mert még egy szívem álma, hogy amit mondtam is, hogy az itt élő zenészek, az a több zenészeknek az életét föl kéne gyűjteni. Dávid elmondta, nagyon büszke rá, hogy a családi tanyájukon forgatták ezt a jelenetet. Egy bogrács étel mellett zenéltünk igazából. Az új dolog az csak a kamera volt, amúgy ez nálunk mindig ez a környezet, ez a közeg. Úgyhogy otthonosan mozogtunk benne. Maga a forgatás, azt nagyon-nagyon élveztem. Szóval én most itt dicsérni tudom a kameramaneket, mert olyan pózokat tudnak fölvenni, hogy az ember csak úgy pirálkol, hogy az alulról, fölül oldalról. Nekünk nagy megtiszteltetés volt, hogy egyáltalán részt vehettünk ebben az egész projektben. Én mindig is szerettem volna valami olyan maradandót, vagy nem is alkotni, mert nem mi alkottuk, csak maradandóban részt venni, ugye a könnyebb részét elvállalni a dolognak, amit hogyha tényleg évtizedek múlva megnézünk, akkor büszkék lehetünk rá. Aki megnézi medinaként a filmet, az legyen rá büszke, hogy egy ilyen szép település, ilyen szép adott környezetben lehetünk. Aki meg először látja és ide szeretne jönni, az meg nagyon szeretettel várjuk, hogy ismerje meg a falunknak ezt a fajta lelkületét is. A medinaiak életét bemutató film Vida Tünde egykori kolléganőnk és operatőr kollégája Babai István munkáját dicséri.
Lassan mindennapossá válik, hogy az utcákon muzsika vagy tánc szórakoztatja azokat, akik egyéb lehetőség nem lévén a vírus helyzet miatt bezártságra kényszerültek. Ezúttal Kéméndi Tamás harmonikás vállalkozott egy kis utcai zenélésre, akinek egy hölgy kísérője is akadt, Pece Zsófi személyében. Ma j'apprends la porte, ma dîner plein jus. Le soleil posa sur toi par la fenêtre. Et j'assers à ma peau comme le petit soldat qui veut me rendre. Amióta a koronavírus járvány miatt lakásaikba kényszerültek az emberek, a Filharmónia Magyarország kezdeményezésére egyre másra érkeztek a lakóközösségek szórakoztatására zenekarok, és mint ahogy legutóbb is láthatták, táncegyüttesek is, mint például a Bartina Néptáncegyüttes. Arról is beszámoltunk, hogy szívesen térnek vissza olyan művészek is kihasználva az alkalmat, akik sok szállal kötődnek Szexárdhoz, így volt ez Farkas Péter harsonaművész és Pece Balázs trombitás esetében is. Újra felcsendült a zene a város terein, és ismét olyan előadók tolmácsolásában, akiknek sokat jelent Szexárd. Itt van mindjárt Kéméndi Tamás harmonikás, aki számtalan kellemes pillanatot szerzett már elsősorban a Szexárd Big Bandhez kötődő barátság révén a hallgatóságnak. És ha már a Big Bandnél tartunk, olyan kísérője akadt az alkalomra, aki szintén ebben a zenei világban nevelkedett, Pece Zsófia, az együttes állandó énekese. A Filharmónia Magyarország által szervezett koncertsorozatban veszek én is részt, amelyek sarokkoncertek névre hallgat, vagy a térzene koncertek névre hallgat. Ez alapján kerestek meg engem is, már nagyon régi kapcsolatunk van a Filharmóniával, nagyon jó kapcsolatom van a Filharmóniával, és így hát ide jutottam az utcára. Szexárdon én nagyon-nagyon szeretek énekelni. Itt mindig itthon vagyok, úgyhogy egyrészt a szüleim miatt, másrészt pedig ugye a sok-sok emlék, ami ide köt, itt jártam óvodába, itt jártam iskolába, úgyhogy azért azt gondolom, akármerre megyek, mindig találkozom egy olyan ismerős arccal, ismerős emberrel, aki akár kiskoromból, akár idősebb koromból ismerős számomra. Kéméndi Tamás a kezdettől fogva segíti a Filharmónia kezdeményezését. Saját nyilvántartása szerint túl van a 40. fellépésen a sorozatban, és ahogy a dolog kinéz, mondja, még ennyi biztosan vár rá. Azt hiszem, kitanulom a szakmát így a végére, de azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó a fogadtatása ezeknek a koncerteknek, főleg panelházak környékén, mert ott tényleg nagyon sokan vannak, valamint, hát ott ugye csak ki kell hajolni az ablakon, és gyakorlatilag házhoz megyünk a koncerttel. Francia sanzonokra alapul, azt is lehet mondani, de van benne filmzene és egy kicsi jazz is. Ezen a ponton mondhatjuk, haza is érkeztünk, hiszen a jazz mindkettő zenei pályájának meghatározó zenei világa. És ahogy eddig is, amikor megszólalt a zene, minden produkcióért hálás volt a hallgatóság. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, lo que junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya sea ya lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!